A Szent István téren hajtott fejet Újpest a 103 évvel ezelőtt aláírt trianoni diktátum fájdalmas következményei előtt. Emlékező beszédében Trippon Norbert alpolgármester hangsúlyozta, ahogyan az embereknek, úgy a nemzeteknek sem szabad elfojtaniuk a traumáikat, mert egyébként azok lassan ölő méreggé válnak. Ezért vagyok büszke arra, hogy 2010 óta, amióta komoly viták keresztüzében ugyanakkor, de visszakerült a főterünkre a fájdalmas anya szobor, mi újpestiek több mint egy évtizede pártállástól, világnézettől függetlenül minden esztendőben közösen emlékezünk a trianoni tragédiára. Beszélni róla, nevén nevezni a dolgokat. Mondjuk ki, Trianon igazságtalan volt. És mindenkinek nagyon fájt. Nem egyszerűen csak területekről, határokról, gyárakról, városokról, folyókról, vasútvonalakról, bányákról beszélünk. Több mint 3 millió magyarról beszélünk, emberekről beszélünk, családokról beszélünk, édesapákról, édesapjákról, gyermekekről beszélünk. Számtalan magyar családot ketté szakítottak ezek a határok, és a kapcsolatot tartani csak nehézkesen tudták, ha egyáltalán tudták. Tömegesen érkeztek a menekülők Magyarországra. 350-400 ezer magyar menekült akkor az anyaországba, hogy hosszú hónapokon, éveken keresztül nincstelenül barakkokban, vagonokban, esetleg rokonoknál húzzák meg magukat. És az ott maradottaknak is igen cudar sors jutott. Ám a magyarokat kemény fából faragták, azokat is, akik a határon túl, és azokat is, akik azokon belül élnek, emelte ki a szónok. Azok a magyarok, akik határon túl élnek, ők nem idegenek. Ők is magyarok, mi is magyarok vagyunk, mi mindannyian magyarok vagyunk. És mi magyarok olyanok vagyunk, bármilyen körülmények között, mi magyarok olyanok vagyunk, hogy mindig megmaradunk. A mindenkori magyar kormánynak kötelessége támogatni a határon túli magyarokat, hogy megmaradjanak kisebbségi jogaik teljességében, amikor pedig a világban tektonikus erejű változások zajlanak, és Közép-Európában könnyen felcsapat a nacionalizmus lángja, még inkább őrködnie kell a határon túli magyarság sorsa felett, hangsúlyozta Trippon Norbert. Ezt követően a résztvevők egy prózai részletet, illetve a Kormorán együttes Volt apám, volt anyám című dalát hallgathatták meg Deák Fruzsina színművésznő előadásában és Szűcs István zenei kíséretével. A BEM táncegyüttes műsora után pedig az önkormányzat nevében Bedő Kata és Trippon Norbert alpolgármesterek tették le koszorújukat a fájdalmas anya szobránál. Elhelyezte az emlékezés virágait az LMP, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, a Momentum, a Városvédő Egyesület, az Újpesti Helytörténeti Alapítvány, valamint az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat is.